Na, én kész vagyok. Kezdjek, vagy igen? Akkor mehet. A Madáretető című könyv már foglalkozott a tengerbe süllyedt agyatlantisszal. Az olvasóközönség érdeklődő levelei újraélesztették kíváncsiságomat a témával kapcsolatban. Igen ám, de nem tudtam tovább vizsgálódni, mert a különös világból nem maradt ránk több, mint néhány megkövesedett számítógép, mikrocsip, bebalzsamozott robotmúmia és radioaktív várrom. Eszembe jutott, hogy a szomszédom, Jóska kiválóan felszerelt barkácsműhelyében bármit elkészít. Amikor szóltam neki, hogy egy átjárható féreglyukkal felszerelt fekete lyukra lenne szükségem, visszakérdezett, hogy mikorra kell. Mondta, hogy a leghálátlanabb munkafázis az volt, amikor a féregbe lyukat kellett fúrni. De a kedvemért azt is megtette. Innentől már csak egyetlen cél lebegett előttem. Irány Agyatlantis! Agyatlantis, írta a szerző. 18 éven felüli alkalmi süketeknek felolvasni csak kiskorú fülügyelete mellett ajánlott.